sportosat. Híradónk vendége Bruckner László, a kaposvári labdarúgó csapat volt vezetőedzője. Szervusz, üdvözöllek! Nincs üdvözlöm, kedves. Ugye ez most már nem napi hír, hogy elköszöntek tőled Kaposvárról, most már eltelt egy-két hét legalább? Egy hónap. Egy hónap is. Akkor most majd nagyjából úgy kiderülhetett számodra, hogy van-e élet kaposvári futballcsapat nélkül? Igazából élet természetesen van, de ugye 30 év, amit én Kaposváron eltöltöttem, az nem kevés idő. Az minden pozitív és negatív élményével, pozitív és negatív feladatával, hozzáadott értékkel, közönséggel, úgyhogy természetesen egy furcsa helyzet, mert még ilyen állapotban nem voltam, bár azt hisz, egy hónapot már voltam így munkanélkül a Fradi időszak után, a neheze talán majd ezután jön. Van remény arra, hogy még most téli szünetben eligazoljál? Nem. Vagy most már meg kell várnod, míg elindul a bajnokság, és akkor majd ahol lesz üresedés, akkor talán ott igazából szóba kerülsz. Nem telefonálgatok sehova. Nem vagyok az a típus, hogyha az elmúlt 10 év több mint 270, majdnem 300 NB1-es meccs, valamennyi kis Euroliga tapasztalat, 25 éves tanári pályafutás, magyar edzőképzés, tehát hogyha ha valakinek eszébe jutok, akkor természetesen most arra készülök, hogy teljes erőbedobással és teljesen nyugodtan, felkészülten tudjak nekivágni, ha kapok új feladatot amíg a labdarúgásban. Tanítasz most? Nem tanítok. Nem, amióta Fradihoz eljöttem 2010 óta, azóta nem, de előtte azért 25 évet lehúztam gimnáziumban. Jó, és azért kérdeztem, hogy ha valami tulajdonosnak eszébe jut, hogy akkor a Prucknert itt hívjuk fel, de akkor azt mondja, hogy jaj, de ott dolgozik Tani Kaposváron. Vagy sokáig ugye így voltál hírbe hozva, így van. Főállású tanár voltam, és mellette voltam az NB1-es csapatnál, és mindig föltették azt a kérdést, hogy hát választani kell, és mondtam, hogy mindaddig, amíg az élet ezt nem provokálja ki tőlem, addig én nem döntök. 2010-ben ezt kiprovokálta, és most éppen munkanélküliség van. De az élet lehet kegyetlen? Tehát most kiprovokálhatja akár azt is, hogy add fel az edzői álmodat, és menjél vissza tanárnak? Az élet sok mindent tud produkálni. Én most úgy gondolom, hogy még szeretném megadni magamnak az esélyt arra, hogy az edzői pályán még letegyek valamit az asztalra. Úgyhogy egyelőre nem vagyok előképpen motivált ahhoz, hogy visszamenjek tanítani középiskolába, az pedig a gyerekek nem érdemlik meg. Az, hogy korábbi időszakban Pécsi Egyetemen, az ELTE-n, TF-n is tartottam előadásokat, ha erre érkezik esetleg felkérés, akkor annak szívesen eleget teszek, de most napi rendszeressége nem szeretnék még visszamenni tanítani. Az, hogy eljöttél a Fradihoz, voltál Zalaegerszegen, és azt jelzi, hogy nem ragaszkodsz Somogy megyéhez. Tehát bárhová. Én profi edzőnek gondolom magam. Az, hogy olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy a 10 évben, amíg ott a Kaposvár NB1-es, abból 8 évet én voltam az edző, és velem jutottak föl, tehát az a 9., velem jutott fel a csapat az első osztályba, az egy érzelmi kötődés is, de természetesen a Fradinál is azt hiszem, hogy nem kell magyaráznom azt, hogy a Fradi évek hosszú sora után velem jutott el a harmadik helyig és az Euroligáig. Hogy az Zalaegerszeget nem tudtam megoldani, azt én teljes mértékben elismerem, de azt hiszem, hogy azóta sem sikerült. Igen, tehát ott az idő igazolja az, hogy ez nem egy emberre múlott, hogy múlik, hiszen ott Bruckner László múlott az a csapat. Mindig azt hiszem, hogy még nincs rendben. Úgyhogy én profi edzőnek gondolom magam, és hogyha jön egy kihívás, akkor annak, és a számomra megfelelő, annak igyekszem eleget tenni, mert az utóbbi egy-két évben azért túl sok kompromisszumot kötöttem, ami beigazolódott, hogy nem jó megoldás. Az előttevő lévő időszakban sokkal konokabb voltam, és az eredményre vezetett. Most ez a kompromisszumkészség, ez most nem volt eredményes. Voltál már kint a kaposvári
pályán edzést nézni? Nem, soha nem is fogok lemenni. Tehát korábban sem voltam, és nem fogok lemenni. Tehát a Fradit se tudtam megnézni egy évig. Uh-huh. Azt követően, hogy el kellett jönnöm. Nálam ez kicsit érzelmi kötődés, nem biztos, hogy helyes, de én azt gondolom, hogy én úgy tudok jól dolgozni, hogyha a érzelmileg is tudok azonosulni a feladattal, ki ilyen, ki olyan. Biztos, hogy nem fog kimenni tavasszal sem egy meccsre sem Kaposváron. Máshol természetesen igen, de Kaposváron nem. Illés Jánossal azóta beszéltél? Igen, természetesen mi az elmúlt 10 évben szerintem a munkakapcsolaton kívül komoly baráti kapcsolatot is ápolunk. Természetesen biztos neki is vannak olyan dolgai velem kapcsolatban, amivel nem értett egyet. Én nekem is vannak olyan dolgok, amiben esetleg jobban mellém állhatott volna, bár a végelt. De ezt nem beszéltétek? De mi napi kapcsolatban vagyunk, csak a körülmények úgy hozták. Ezért mondtam, hogy én is túl sok kompromisszumot kötöttem. Minden napuk úgy hozták a munkakapcsolatban, hogy nem tudott lépni kellő hatékonysággal abban az időszakban, amikor én ezt jeleztem, de végül is arra szeretnék kijutkadni, hogy remélem, hogy a mi barátságunk az megmarad ettől függetlenül. Mi napi kapcsolatban voltunk, tehát nem beszámolási uh-huh. kötelezettségem volt, hanem ő tudott mindenről, ami a csapat környékén történt, én tudtam mindenről, ami egyébként a klubban történt, de akkor olyanok voltak a nyáron, olyanok voltak a mindennapok, hogy ő nem vállalt be másfajta döntéseket. Én meg ezt nem tudtam végigvinni. Uh-huh. Az önkormányzat miatt, vagy más dolgok miatt? Nem hiszem, hogy az önkormányzat miatt. Igazából ugye a Rafa Benitez mondta egy fél évvel ezelőtt, még a Nápolyról kérdezgették meg a korábbi klubjáról, és mondta, hogy az ember igazságtalan a futball olyan szempontból, hogy az ember ott, ahol dolgozik, ott az igazi problémák gyökereit, az soha nem lehet adott pillanatban megfogni, vagy azt kommunikálni, mert azzal árt. Ezzel én is így voltam, hogy nem lehetett kommunikálni. Felhívtam a figyelmet a helyi médiába, itt-ott arra, hogy a csapat szerintem nem jól felé megy, hogy a klub nem jól felé megy. De bíztam saját magamban, bíztam az elnök úrban, a polgármester úr is ugyanígy bízott bennünk. A körülményeink olyan voltak, hogy nem volt igazából megoldás, és ez lett belőle, sajnos. Játékossal már mivel volt a gond? A barátaim azt mondják, hogy el kell engednem ezt a témát. El kell engednem, én úgy gondolom, hogy más médiákban már hangot adtam annak a gondolatomnak, hogy persze az eredményességet nem lehet megmagyarázni, a 9 pontot azt nem lehet megmagyarázni, de sok olyan külső körülmény volt, ami döntően befolyásolta a helyzetet. Ugyanez volt picit Zalaegerszegen is, ott is igyekeztem csak a pozitív oldalát kommunikálni. Most megint Kaposváron egész fél évben igyekeztem a pozitív oldalát kommunikálni, de mind a két esetben ráment az én szakmai respektem. Volt a csapaton belül is probléma természetesen. Én azt gondolom, hogy az előttem lévő 2 évben, mielőtt visszamentem, egy kicsit sok lett a külföldi. Előtte mindig volt 3-4, most 15 volt, amikor visszamentem. Ez is problémát jelentett, volt kisebb-nagyobb feszültség, kisebb-nagyobb klikkesedés. Erre hívtam fel a figyelmet a nyáron, ezt nem tudtuk megoldani, mert olyan emberek igazoltak el, akiket nem szerettem volna, és olyanok maradtak, akik közül egy-kettőt lehet, hogy el kellett volna engednünk. De még egyszer mondom, bíztunk benne, hogy megoldjuk. Rosszul kezdtük a bajnokságot, ez tény. És a harmadik, negyedik forduló után viszonylag korán bizonyos belső körök, akiket nem kívánok megnevezni, mindenki, aki Kaposváron ismer, az tudja, hogy a klubnak a tulajdonosi szerkezete az szerintem nem megfelelő, de hát mint edző mondom ezt, akinek mondjuk ez nincs semmi kompetenciája, hogy ezt mondja, és bizonyos belső és külső körök negyedik forduló után céltáblának használtak engem.
tehát mindenáron ki akartak nyírni, mert nem volt eredmény, ez tény. De máskor is volt, hogy megoldottuk. De elhiszed, hogy azért, mert nem volt eredmény? Nem hiszem, hogy nem tudom. Csak ezért? Biztos? Biztos. Nem lehet más a háttérben? Nem hiszem. Tehát, nem jó, hiszem. Csak azért kérdezem, mert ugye hát máskor is ugye te volt az edző, és épp azt néztük, hogy kis pénzből az összes csapat megizzadt, vagy megvertétek, és nálatok meg olyanok játszottak, akik éppen hogy volt fizetésük. Tehát jó edző voltál. Akkor most hirtelen változott? Tehát... Nézd, ennek van egy... Tehát az eredménytelenség, a kezdeti eredménytelenség hozta ezt a szituációt, és nem vagyok magamból kiprovokálni ezt a témát, mert nem akarok botrányt, de tény is való, hogy megosztották a csapatot kívülről és belülről. És ennek az lett a következménye, hogy ez a bizonyos belső kör, ez aláírást gyűjtetett ellenem a játékosokkal. Persze nem jött neki össze, de innentől kezdve főleg a fiatal játékosok nem tudták, hogy ki kivel van. Igen, őket lehet a legjobban megvezetni, ki, fiatal játékos. Ki merre hajt. Ugye ilyenkor, amikor bizalomvesztés van, akkor amikor az ember fölállna egy videóton, egy Fradi ellen, vagy egy mezőkövesdi győzelem után, ezt nem lehetett már megtenni, mert teljes bizalmatlanság volt. Én akkor is azt mondom, hogy nem az eredménytelenség miatt. Legalábbis úgy néz ki. Ez így akkor nem kezdenek el gyűjteni. Tehát nem ezek a kommunikációk történnek. Teljesen más. Hogyha pusztán az eredménytelenséggel van a probléma, pusztán az edzővel van a probléma, akkor teljesen más utat szoktak bejárni. Biztos tudod az igazat, nem én akarod tudom, elmondani. Én sok-sok mindent elmondtam, tehát sok minden jó. Olyan, ami nehézséget okozott, és ami korábban nem történhetett meg, amíg a klubnak volt társadalmi elnöke, aki a többségi tulajdont képviselte, addig ez nem történhetett meg 10 év alatt. Tehát többször is voltak erre kezdeményezések, nem csak az én esetemben, más edzők esetében is, de most ez a szál megerősödött, aki ezt az egészet végigvitte, vagy az a csoport, és ez lett az eredmények. Korábban, amíg a klubnak volt úgy társadalmi elnöke, aki még egyszer mondom, a többségi tulajdont képviselte, az Illés úrral ők soha nem engedték meg azt, hogy ilyen külső tényezők ilyen kárt okozzanak egy klub életébe. Akkor az Illés úr mellől is elment akkor végülis egy ember, aki őt segítette, gondolom én. Igen, most igen, egy kicsit magára maradt akkor van, ezáltal. Így van, magára maradt. És ugye egy csomó a döntések, tehát a kompetenciája nem mindig úgy érezte, hogy megvan a kompetenciája a stratégiai döntések meghozatalára. Úgyhogy őt is velem együtt, mert én számíthatok rá, ő számíthat rám, kicsit magunkra hagytak. Meddig maradott akkor az Illés úr? Hát ezt tőle kell majd itt megkérdezni. Én bízom benne, hogy most bent tartják a csapatot, fontos lenne, hogy Kaposvárra legyen első osztályi futball. Mert én megéltem azt játékosként, hogy előttem is, és amikor én oda kerültem, akkor is a Kaposvár egy évet NB1-be volt, aztán vissza NB3-mal hosszú éveken keresztül. Mielőtt mi feljutottunk, 17 évig nem volt első osztályi futball, és ezt nem kívánja senki, hogy ez továbbra is így legyen Kaposváron, hanem mint ahogy most volt, 10 évig van első osztály. Hány játékos távozott utánad? Én úgy tudom, hogy körülbelül 9-et távolítottak el. Körülbelül, de nem vagyok egészen képben. Jó. Gondolom hoznak helyette játékosokat, akár külföldieket is, ugye? Tehát igazolnak. Én is csak a hírekből értesültem. Maradjunk annál az egyszerű dolognál, hogy eredménnyel nem voltak megelégedve. Te is mondtad, hogy játékosok, sok fiatal, ugye rögtön kezdeni kellett, mert nem volt kit beépíteni, stb. Mi van akkor, ha azt mondtad volna, hogy 9 játékos küldjünk, és hozzunk helyette új 9 játékost, frissítsük fel teljes csapatot, és meg tudom oldani, hogy benn maradunk. Te megkaptad volna erre a esélyt? Én erre mondtam azt, hogy én túl sok kompromisszumot kötöttem, tehát nyáron is volt játékos mozgás, mert mindig volt a Kaposváron játékos mozgás, de én tudtam az Illés úrtól, hogy milyen lehetőségeink vannak akkor.
De most lehet más lehetőség? Most, hogy van más lehetőség. De ő megkaphatja, a Sejmes megkaphatja, te de nem? Ez nem az én kompetenciám, hogy erre válaszoljak. Lehet, hogy most mások a lehetőségek. Én azt mondom, hogy akkor túl sok kompromisszumot kötöttem. Nyáron, amikor nem voltam sokkal határozottabb, és nem mondtam azt, hogy igen, ezek az emberek, ezeknek menni kell, ezekre meg továbbra is szükség van. Volt olyan, aki úgy ment el, hogy ígéretet tett, hogy marad, és mégis elment. Volt olyan, aki megsértődött azért, mert nem kapta meg az új szerződési feltételek. Azért ment el. Tehát elvesztettük a pályának a tengelyét. Tehát kapus, két belső védők, három beérkező középpálya. Tehát, és oda olyan embereket kellett betenni, akik még nem voltak készen az első osztályra. Tehetségesek lesz belőlük talán NB1-es játékos, de akkor még nem voltak készen. És belekedtünk ebben a negatív spirálba, és nehéz volt onnan kiszállni akkor, amikor, még egyszer mondom, akkor, amikor voltak rá már kezdeményesek, akik látta a játékunkat, nem volt katasztrofális a Kaposvár játéka, de mindig azok a pici nüanszok, amik mentálisan dőlnek el, azok soha nem engedték meg azt, hogy találjunk, és hogy főleg az, hogy belülről és kívülről megosztották a csapatot olyan körök, akiknek nincsen erkölcsi alapjuk. Ennyi idő után nyugodtan mondtam, nincsen erkölcsi alapjuk, hogy felelősség nélkül ilyen károkat okozzanak. Nem én rólam van szó, hanem a klubról, meg a csapatról. Jó, csak épp ezért merült fel bennem, hogy akkor miért nem neked mondták azt, hogy itt van hozzá új embereket. Mert összerakta a csapatot úgy, hogy kezd működni, nem verik a hülyére a csapatot. Hát tavaly de ilyenkor hatodikak voltunk a bajnokságban, 6.-8. De te miért nem kaptad meg ezt a lehetőséget? Ezt nem tudom. Tehát még egyszer mondom, sokkal bonyolultabb az annál, mint hogy... De csak furcsa az, hogy idejön egy új edző, és akkor meg hozhat rengeteg új külföldi játékos, stb. Tehát magyarul teljesen más csapattal futhat ki majd a Kaposvár. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem annyira alacsonyan van a magyar edzői szakmának a respektje, hogy szinte valamennyi edző kollégám rákényszerül, mert olyan a közhangulat ellenünk, hogy rákényszerül, hogy kompromisszumot kössön. Ide jön egy külföldi edző, azt mondta, én nem jövök ide, ha nem kapok x ezer eurót, nem hozunk ilyen és ilyen és ilyen és ilyen külföldi játékosokat, és kész, hogyha egy vezetőt akarja, akkor meg a menedzserek, akkor megvan ez a történet. Talán így van ez most Kaposváron is. Nekünk nem volt meg ez a lehetőség, és ezt én többször is hangot adtam már annak, hogy ez a hisztéria kampány, ami folyik csak az edzői szakma ellen, ez azt gondolom nem jó irányba visz. Természetesen hibázunk mi is, hibáznak az utánpótlás edzők is, de az, hogyha ennyire elveszíti a szakma a respektjét, akkor annak nem lesz jó vége. Sajnos a futball nem csak edzőkön múlik, az nagyon sok összetevés probléma. Csak kérdés, hogy meddig bírod ezt a harcot? Itt van Gálhidi Gyuri, vasárnap töltötte be a 60. születésnapját, és Észak-Afrikába menekült el, ott edzősködik. Mert itthon ugye megtalálták egy szegedi mérkőzésen, meg is büntették. Nem érezte jól magát. Állandó harcok vannak a magyar edzők körül. Meddig bírod? Én bírom. Én olyan típus vagyok, aki ha kell, akkor állva hal meg. De természetesen... De akkor nem fogsz elmenekülni Észak-Afrikába. Nekem megvolt a lehetőségem idáig 10 évig, hogy dolgozzak. Kérdés, hogy lesz-e lehetőség. Kérdés, hogy aztán az új helyzet az mit fog majd magával hozni. De én hiszem azt, hogy van helyem a magyar futballban, de azt is hiszem, hogy ha engedik azt, hogy a magyar labdarúgó szakmát ennyire lejárassák, akkor nem tudunk előrelépni, hiába öntenek bele bármennyi pénzt az akadémiákba, amíg nem áll vissza a magyar labdarúgás respektje, nem áll vissza a társadalmi megbecsülése, addig nagyon nehéz. Ezt én mondom ezt azért, mert voltam utánpótlás edző, minden szinten voltam, amatőr, utánpótlás, de mindent végigjártam az összes ranglétát, és azt hiszem és azt látom, hogy az utánpótlás edző kollégáimnak sincs meg, sokak pedig felkészültek, azt kell, hogy mondjam. Persze vegyes a kép, de sokak felkészültek. Nem mindenhol van meg az a respektjük, aminek meg kell lenni.
a szülők nagyon sok helyen veszik maguknak a bátorságot azt, hogy nyíltan kritizálják, nem megbeszélik négy szem közt, hanem nyíltan kritizálják az edzőket meccseken, edzéseken. Ez abszolút ellentétes a szakmával. És ha a médián keresztül ilyen negatív reklám folyik a magyar edzői társadalom ellen, akkor felhatalmazva érzi magát a szülő, például arra, hogy utánpótlás szinten is támadja az edzőt. Nem beszélek az NB1-ről, ahol pedig eljutottunk odáig, hogy úgy támadják játékosok a magyar edzőket, hogy nagyon sok edzővel nem is dolgoztak. Tudják azt, hogy milyen körülmények között dolgozunk mi itthon, és milyen körülmények között dolgoznak kint ők, ahol most éppen játszanak Németország, Olaszország, vagy bárhol. Egyszer is mindenkor meg kellene ismertetni a közvéleményt azzal, hogy meg sem közelítik az itthoni feltételek, objektív feltételek azt, amivel Nyugat-Európában profi kluboknál dolgoznak. Tehát egy válogatott játékos kritizálja, hogy ők milyen egész napos programot kapnak az adott csapatnál, ahol ő játszik. Én is voltam nem egy-két helyen a világban is, és mindenhol azt tapasztaltam, igen, orvosi stábok dolgoznak, fizioterapeuták dolgoznak, 10 pályaedző dolgozik, hogy mindent egyenre szabottan megcsináljanak a játékosoknak. Nem probléma a közös étkezés. Nálunk 3-4 klub kivételével ezek hiú ábrándok. Tehát hiú ábrándok. Én is tudom, hogy lehetne összeállítani egy olyan szakmai stábot, amely az eredményességet objektíve elősegíti. De nekünk nincs meg, magyar edzőknek nincs meg ez a lehetőség. Amikor azzal kell küzdeni, hogy van-e edzőpálya, nincsen edzőpálya, hogy ha van is, akkor is úgy kell rá vigyázni, hogy másnap is tudjátok használni. Másnap is tudjuk használni, hogy a pszichológuson, az orvoson spórolnak, a fizioterapeután spórolnak, mert nincsen rá pénz. Nem beszélek a felmérések lehetőségéről. Szóval azt gondolom, hogy én nem tartom tisztességes, lehet, hogy megköveznek ezért, de nem tartom tisztességesnek azt, hogy olyan játékosok bírálják a magyar edzői kart, akik egészen más objektív körülmények között dolgoznak. Kaposvári labdarúgó csapata meddig lesz meg Bruckner László nélkül? Teszem föl, hogyha kiesik a Kaposvár, és újra megkeresnének, hogy hozd vissza. Visszamennél? Én azt gondolom, hogy most ez nem aktuális kérdés. Én remélem, hogy nem esik ki a Kaposvár. A Sisa Tibornak is egy kicsit másabb lehetőségeik vannak, idegenből jött, kevesebb kompromisszumot kötött. Én meg ugye ott nevelkedtem, ott annak a klubnak köszönhettem azt, amit elértem, és ezért én sokkal több kompromisszumot voltam képes megkötni, mert tudtam azt is, hogyha nincs pénz, akkor is meg tudjuk oldani, mert megoldottuk, eddig is, meg korábban is. Tudtam, hogy ha most nehézségek vannak, akkor sem adhatom föl, mert én oda tartoztam, és nekem többet kell tűrni. Amikor én elmentem, akkor a kollégámnak egy picit jobb lehetőségei voltak bizonyos tekintetben az első évben. Most az új kollégámnak, aki átvette a csapatot, megint más lehetőségei vannak. Ezért mondtam, hogy ezekből a kompromisszumokból nekem is tanulni kellett. És ha alá tudom támasztani a saját szakmai gondolataimat, akkor legközelebb ezekre jobban fogok figyelni, hogy ezeket a kompromisszumokat nem szabad megkötni. Sajnos időnk lejárt, zárásként. Akkor jöhetnek a telefonhívások, kész vagy arra, hogy új munkába álljál, újra munkába azt hiszem, hogy én viszonylag gyorsan regenerálódok. Most is azzal töltöm az időmet, hogy föltöltödjek és új ismeretekhez jussak. Én nem fogok sehova bejelentkezni, ez természetes, ha ez az elmúlt 10 év, amit a magyar futballban töltöttem vezetőedzőként, előtte utánpótlás edző, amatőredző, ha ez nem elegendő ahhoz, hogy legyen egy szakmai respektem, akkor természetesen el kell gondolkodni, de én bízom benne, hogy szükség van rám még itt. És itthon? Nem mész külföldre? Nem mész Maldív-szigetekre sehová? Én azt hiszem, hogy én szeretnék még NB1-be, vagy esetleg más szinten még dolgozni. Hiszem azt, hogy meg tudom oldani a feladatot. Nekem is természetesen le kellett vonni az utolsó egy évből, vagy másfél-két évből a konzekvenciákat. Ha
ha ezt pozitívan fogom tudni felhasználni, akkor azt gondolom, hogy lesznek még sikereim. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm a lehetőséget. További sportosat.